Jellegzetes ziháló légzés, nyomott pofa, kevesen tudnak ellenállni ennek a kutyafajtának. Két hónapja van ugye a francia buldogjaink, testvére által lettek, és hát valami eszméletlenül szerelmesek lettünk ebbe a fajtába. Ő Dexter, a 7 hónapos angol buldog. Második helyezést ért el a Buldog Piknik szépségversenyén. Gazdája büszke rá és örül, hogy buldog tulajdonos lehet. 6 éves korom óta az álmom, hogy egy angol buldogom lesz, úgyhogy most már teljesült 7 hónapja. Nem tudom, egyszerűen olyan, mint egy ember, meg mint egy kisgyerek, nem tudom. Nála jobbat nem tudok elképzelni. A szervezők saját tapasztalataik alapján bizton állítják, a buldog az egyik legkiválóbb fajta, akár kisgyermekes családoknak is. A buldog az a legcsaládcentrikusabb emberszeretőbb típus, de tényleg annak ellenére, hogy röfög, kilóg a nyelve, meg félelmetesen néz ki nagyon sok ember számára, abszolút nem az. Tehát egy nagyon barátságos, gyerekimádó tényleg. Nyugodt, nagyon nyugodt. A francia buldogok kicsit pörgősebbek, belük azért most itt a rendezvényen több van, de az angol buldogok azért ők viszik a prímet a lustaságukkal. A gazdik egyébként egyetértenek abban, hogy az egyik legtöbb odafigyelést igénylő fajtáról van szó. Nem mindegy, milyen körülmények között tartjuk őket, hiszen számos betegségre hajlamosak. Ezért is volt a rendezvényen állatorvos, akihez bátran fordulhattak a gazdik. Rossz a orr, légcső és tüdő alakulása, tehát náluk elég gyakori az, hogy még kisebb stressz hatására és főleg egy ilyen melegebb időben befulladnak. Aztán itt van az allergia szezon, fújja a virágport, meg a port is a szél. Akkor épp most itt láttam el egy, és hát több bebet, amelyek fürödtek a Velencei tóba, már csalánkiütésesek lettek. És hát majd jön az ősz, meg a tél, akkor jönnek az ízületi problémák. A fehérvári Rózsaligetből nőtte ki magát mára már nemzetközi a vízparti buldog piknik. Voltak, akik egészen Németországból, valamint Hollandiából utaztak el a Velencei tó partjára azért, hogy kedvenceik fajtársaikkal közösen töltessenek el pár feledhetetlen napot.